Nem kifejezetten félelem volt, félelem is volt bennem, de leginkább az a tehetetlenség, hogy igen, fájt szeretni, csak megvédtem. A rendőrség, mivel a határozatban foglalt pénzbírság nem került meg fizetése, közérdekű munkában nem került ledolgozása, ezért a rendőrség elzárása átváltoztatás indítványt tett a bíróságon. Semmilyen 1%-ban sem ismerem el azt, hogy én bármit elkövettem volna. Tehát, hogyha úgy fog dönteni, hogy lekerülöm, akkor le fogom ülni, de nemzetközi bírósághoz fogok fordulni, semmit nem követtem el. Én csak ültem, most ugyanígy sírtam, és volt egy virágkoszorú a fejemben. Közlekedik zsírmúzeumnál még egy virágot is kaptam valakitől, és azt oda akartam adni az oszlató rendőröknek, ennyi, amit tettem. Mi volt az? Elmentettek. Hála az égnek. Az alkotmányos jogaimat gyakoroltam, és azon a napon a gyülekezési törvényt nem szektem meg. Tehát mindig is az, amit én végig mondtam, hogy az alkotmányos jogaimat gyakoroltam. Valamiféle igénye van, igen, a rendezvény résztvevőivel, vagy a rendezvény szervezőivel szemben, akkor ezt az igényét legyen szíves megfogalmazni, és hozzám eljutatni írásban. Én, amennyiben megismertem ezt az igényt, akkor konzultálni fogok a rendezvény többi résztvevőjével, és megpróbálunk keresni egy olyan módot, ami mind a két félnek, önnek, vagy annak, akit ön képvisel, megfelel, és a rendezvény résztvevőinek is megfelel. Az, hogy önök 3 hétig nem jelentkeznek, semmilyen módon nem jelzik semmiféle igényüket, majd most pedig idejönnek munkagépekkel, és utána elkezdenek egyezkedni, ez nem működik. Én itt nem fogok tudni hozni egy azonnali döntést egy ennyire fontos ügyben, anélkül, hogy ezt megvitatnám a többi résztvevővel. Abszolút megértem, amit ön elmond. Azért annyira korrigálnám az ön által elmondottakat, hogy már 3 hete kapott erről egy tájékoztatást. Ez nem mutatta meg a valóságnak, sajnos ismét hazudik. Nem hazudok, bár állíthatja a kamerának, hogy hazudok, de nem hazudok, mert soha nem hazudtam. Te elmondom. Egy ilyet még ismerünk. Tapsot az úrnak! Nagyon jó, hogy szabadtéren vagyok. Elmondom, mi a helyzet. Az a helyzet, hogy nemrégiben megjelent Majoros Róbert úr, aki állítólag a Városliget ZRT-t képviseli, és közölte, hogy bármiféle korábbi felszólításunk, meg ilyesmi ellenére, ők már pedig munkagépekkel itt most meg fognak jelenni, és az általuk kitalált nyomvonalon ők rendezvény területén munkavégzést kívánnak folytatni, és kerítést szeretnének építeni. A Városliget ZRT 2013. évi 242-es törvény alapján tulajdonosi, illetőleg vagyonkezelő jogokkal került felruházásra, és a Városliget területén kiemelt állami feladatnak minősülő ingatlanfejlesztés történik. Ennek a kiemelt állami feladatnak a egyik része az, hogy mögöttünk található Petőfi csarnok bontásra kerüljön. Ahhoz, hogy bontásra kerüljön, ehhez ki kell alakítani egy munkaterületet. Ennek a munkaterületnek a kialakítását akadályozzák jelenleg a gépkocsi előtt álló urak. Így, hogy ők idejönnek munkagépekkel is, itt erőszakoskodnak, emiatt feljelentést is tettem, még tegnap este megírtam a BRFK-nak szép hosszan a konkrét történéseket, stb. Meg azt is, hogy a tárgyalások azok ugye sajnos másik fél nem túl kooperatív hozzáállása miatt meghiúsultak, és én voltam az, aki itt reggel, amikor megjelent a Majoros úr, akkor azt kértem, hogy akkor a rendőrség lehetőleg fokozottan tartsa itt a szemét, így hogy ne legyen az, amit tegnap volt. Köszönöm szépen!